Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár már 12. podcastjét vesszük fel éppen. Vendégem Kisdomonkos Dániel történész, ő a színház történeti és zeneműtár színház történeti részlegének a tudományos kutatója. Solymosi Ákos segít a munkánkat, és én Tóth Péter vagyok, a könyvtár webes tartalom pakolója. A múltkori adásban kaptam egy kis kritikát, hogy ne mondjam, hogy én pakolom a tartalmakat, de én büszkén pakolom a tartalmakat, úgyhogy nincs ezzel semmi gond, nincs semmi dehonestáló jelző ez irányában. Domának nevezünk, nevezhetek így a adásban is téged. Igen, hogy, tessék, igen. Hogy Doma. Köszönöm. 2006-ban jelent meg az első színházakkal foglalkozó anyagod, a Bartók a színpadon címmel. Történész vagy, hogyan kezdted el kutatni a színházakat? Hát mivel a színház történeti tár könyvtárosa, munkatársa vagyok, adott volt, hogy a színház történetbe is beleássam magamat, és a Bartók év adta az aktualitását, hogy kolléganőmmel, Burda Zitával, Kovács Burda Zitával megcsináljuk ezt a szép könyvet, ahol a Bartók bemutatók díszletterveit, fényképeit, jelmezterveit mutattuk be, és gyűjtöttük össze a korabeli kritikákat, leírásokat, véleményeket. Később aztán a Kodály a színpadon folytatta, de sokkal korábban az Uránia Tudományos Színházról állítottam össze egy tanulmányt a Széchenyi Könyvtár számára, aztán ez sajnos vagy szerencsére, de jóval később jelenthetett csak meg a Valóság című folyóiratban. Akkor még híre honban nem volt a Uránia Színház felújításának, illetve ez a terv, hogy a eredeti funkcióját is némiképp betöltse, tehát ne csak pusztán, mint mozi működjön. Beszélgetésünk apropóját egy dupla évforduló adja, hiszen 200 évvel ezelőtt született Madách Imre, és a fő műve az Ember tragédiát 140 évvel ezelőtt, 1883-ban mutatták meg Paulay Ede rendezésében. Erről a bemutatókról, illetve egész pontosan a újításokról, a későbbi bemutatásokat jelentő újításokról van egy klassz kamaratárlat is itt a Széchenyi Könyvtárban. Kezdjük akkor ezzel az első rendezéssel. Honnan vannak információink 1883-ból? A korabeli sajtóból, a korabeli hírekből elég jól azért rekonstruálható, habár persze minden színházi előadás egyszeri, tehát gyakorlatilag az előadást nehéz megvalósítani, illetve hogy elképzelni, hogy milyen volt. Szerencsére Paulay Ede rendező példánya fennmaradt, és mai napig a Széchenyi Könyvtár színháztörténeti tárának féltve őrzött dokumentuma. Ebből is következtethetünk, hogy Paulay Ede hogyan rendezte meg, hogyan alkotta színpadra ezt a Madách művet, ami, hát vita van róla, de nekem is meggyőződésem, hogy nem színpadra íródott más színpadi műveivel ellentétben, és ezért egy nagy kihívás volt, és nagy feladat volt, hogy ezt megvalósítsa. Paulay Ede a Nemzeti Színháznak volt új korszakot nyitó igazgatója, rendezője, csomó francia és új modern darabot is bemutatott részben saját fordításában, tehát gyakorlott színházi ember volt, és korábban színész is, így vállalkozott erre a nagy feladatra. Nem sokkal korábban főpróbaként a Csongor és Tündét vitte színpadra nagy sikerrel, és ezt követte az Ember tragédiája. Természetesen, mivel nagyon hosszú a mű, meg színpadra bizonyos részei szinte nem lehet megvalósítani, ezért egy csomó részt húzni kellett belőle, ezért aztán sok kritika is érte, és hogy hát nem való színpadra, és vita folyt, meg fanyalogtak, hogy nem szerencsés, és hogy egy ilyen művet nem is illik talán színpadra vinni, de mindezek ellenére kirobbanó sikere volt olyannyira, hogy szinte 1923-ig Érdemben az ő elképzeléseihez nem ismertek hozzányúlni. Ne menjünk még annyira előre, még maradjunk 1883-ba. Mondtad, hogy nem
biztos, hogy színpadra íródott egyáltalán ez a madácsmű. Azt is tudjuk, hogy Arany János is valamilyen szinten besegített ebben a műbe. Hogyan képzeljük el akkor, hogy van egy színház vezetője, van ez a mű, ismert volt már akkoriban eléggé ez a mű, hogyan fog neki? Itt a kiállításon is lehet látni egyébként, lehet lapozni is ezt a szövegkönyvet ilyen digitális verzióba. Hogyan fogott neki a rendezésnek? Mi volt az első? Hát nyilván, hogy egy feszes mű legyen, tehát bizonyos részeket ki kellett hagyni. Ennek a legjellemzőbb példája a londoni szín, hogy ott a bevezetőt, a karéneket elhagyta, és azt a megoldást követte, hogy egyébként mind a mai napig ez egy bevett szokás, hogy bizonyos vers részleteket összekapcsolnak. Tehát kihagynak egy részt, és hogy ne tűnjön föl, hogy valami ott hiányzik, ezért így összekapcsolják a részeket. Tehát egyes verseket össze kihagynak, vers részleteket, másokat pedig összefűznek. Ez jól rekonstruálható a eredeti szövegkönyvben, és az érdekes, hogy utána a másik oldalon a betoldások is szerepelnek. Például a haláltáncot ő kihagyta, de aztán rájött, hogy így az egész szerkezet megbomlik, és az értelme megváltozik, és az újra visszahelyezte a műbe. Tehát azt lehet mondani, hogy még szinte az előadások folyamán is alakult és változott az ember tragédiája, színpadi feldolgozása. Ki volt a díszlettervezője? Hogyan állt össze a csapat? Jászai Mori volt a Éva, és hát őt emelném ki, de ő mindig azt vallotta, hogy nagyon mindig az a szerep volt a kedvenc szerepe, természetesen egy jó színésznőnek, amit éppen játszott, de neki az Elektra volt a legkedvesebb szerepe. Azt is említetted, hogy 40 évig szinte nem is nyúltak a darabhoz. Mi volt ennek az oka, hogy 1923-ban, és már 1908-ban már Evesi Sándor már feldolgozta, újra megrendezte. 1923-tól lehet egy új előadástról beszélni. Hát lehet, hogy a színpadtechnika is változott, egyébként Paulainak a kezére játszott, lehet így mondani, hogy akkor újították föl nem sokkal korábban a Nemzeti Színházat, elektromos világítást kapott, tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy a színpadtechnikával a Madácsi elképzeléshez valamiféleképpen lehetett közelíteni. Tehát nyilván egy hasonló szintű ember kellett, aki merészen hozzá mert nyúlni a darabhoz, illetve a közönség is, hogy jobban megismerte magát az alapművet, illetve a feldolgozást, így már hozzá lehetett nyúlni. Tehát nyilván ez egy nagy bátorság kellett. Említetted azt is, hogy sok mindent ki kellett hagyni. Mi volt a legfőbb különbség, ami a 1883-as Paulai féle elvet, a 23-as Hevesi féle bemutatón, amit kihagytak, mennyire volt szabad, de mennyire tudták szabadon a rendezők ezt a szöveget kezelni? Hát ez jó kérdés, mondjuk a Hevesi Sándor fél rendező példányt nem ismerem, tehát így nem tudom megmondani, hogy mi volt az a nagy változás. Mindenképp a színpadkép változott, meg nyilván a színészi játék is, tehát ez Ulá Gusztáv egészen fiatalon készítette a díszletterveket, egészen különleges, leegyszerűsített, hát gyönyörű, szép díszlettervek voltak, és az érdekes, hogy két változatban is fennmaradt, 23-ban és 26-os változat is megmaradt. A 26-os az valamiféleképpen a 23-as díszletterveknek egy leegyszerűsített változata volt. Itt ugye azt szokták mondani, hogy a misztérium játékként képzelte el Hevesi Sándor ezt a művet, ez még nem teljesen igaz, hogy a misztérium játékra az jellemző, hogy beállított színpadon játsszák, és általában a húsvéti eseményeket dolgozzák föl, és ezt a hagyomány, mint egy vallásos témaként fogta föl az ember tragédiáját, és később még az 1934-es szegedi szabadtéri játékokon is sok szempontból ezt az előadást követték. Persze hát hatalmas látványosság közepette, szintén Ulá Gusztáv díszlettervében és Bánfi Miklós rendezésében és elképzelésében. Mennyire volt meghatározó a tér? Teljesen más fajta térben mutatták be ezt a 23-as, mint a 83-ast. Miben tudott többet adni a rendező, a teret, hogy tudta jobban kihasználni, ha egyáltalán jobban ki tudta használni?
Nyilván a tömegjelenetekben ott egy problematikus dolog, hogy hogy lehet megoldani a tömeg mozgatását, a színészek és a háttér szereplőket. Ebben a szempontból vita volt, hogy egy nagy monumentális előadást kellett csinálni, ami esetleg a figyelmet elviszi, tehát a közönség inkább a látványra összpontosít, vagy pedig a szövegre, és ebben ugye a misztérium játék jelleg, ez a nyilván az értelemre is súlyt fektet. Ugyanakkor rádiójátékban is megcsinálták kétszer is ezt a művet, ez nagyon érdekes, ezeket az 30... Abban nem hagytak ki semmit, gondolom. Dehogy nem, hát igen? A rádióban mondjuk két és fél órás volt az előadás, és hát a Németh Antal készítette el 1935-ben rádióelőadásban, ez nem maradt fönn, viaszhengerekről pár nappal később újra lejátszották, viszont 1938-ban talán a világ első teljes színpadi művét dolgozták fel, és ez a lemezfelvétel készült, 30 lemezre készült maga a mű, nagy sikere volt. Persze a kritika azt mondta, hogy hát mi értelme lemezen hallgatni, ráadásul állandóan cserélgetni kell a lemezeket, iszonyú sok pénzbe került, és hát akkor ennél több értelme van, ha valaki otthon elolvassa a művet. Ez nem volt teljesen igaz, de mondjuk tényleg kevesekhez jutott el, annak ellenére, hogy ez volt az elsődleges szándéka, tehát a lemezfelvétel, de egy óriási szervező munka volt, és egy nagyszerű alkotás volt a maga nemében. És végül is ezt a vágyát teljesítette aztán Németh Antal 1939-ben, amikor kamara színpadi változatot valósította meg. A színpad képe, ami egy szárnyas oltára hasonlított, itt szobrászokat is bevont az előadásba, Jálics Ernő és Erdélyi Dezső szobrászokat, akik Ádám és Éva alakját képezték, vagy alkották meg, és először Kassán május 4-én mutatták be először, az akkor visszatérő Kassán, a Kassai Nemzeti Színházban mutatták be, majd a Budapesten, a Nemzeti Színház Kamara Színházában, a mai Budapest Báb Színház helyén, és később Pécset és Ungváron is bemutatták. És ezzel azt akarta bemutatni, hogy egy kis színpadon, kevés szereplővel, relatíve kevés pénzből teljesen a mű lényegére, vallásos jellegére, mint egy oltár, és mint hogyha egy istentisztelet lenne, úgy mutatják be a művet. Ilyen értelemben is be lehet mutatni, és valószínűleg Németh Antalnak ez volt a legkedvesebb feldolgozás. Ő ugye háromszor feldolgozta az ember tragédiáját, egy nagyszabású monumentális jubileális előadást 1937-ben, majd a 39-es után 1941-ben. Itt még ki kell emelni, hogy Biski Balázs László gyönyörű díszletterveket készített, kicsit Giottós vagy Fra Angelico stílusában készültek el ezek, és a színháztörténeti tárban megvannak az eredeti díszlettervek, hozzá az elkészült színpadképek is, tehát lehet látni, hogy hogyan valósult meg ezekből a rajzokból, ábrákból, hogyan készültek el a díszlettervekből a színpadkép, maga a jelenetképek is megvannak, sőt a munka, a készítés fázisait is lefényképeztette Németh Antal, aki egyébként egy nagy, nem csak egy nagy rendező és igazgató volt, hanem egy dokumentumokat is gyűjtött, tehát egy csodálatos albumokban, és dokumentálta az egyes előadásokat és azok fázisait is. Így viszonylag valami némi kép rekonstruálható, hogy hogy nézhetett ki az akkori darab, és hozzá érdemes meghallgatni a feldolgozást, a rádióban felvett lemez felvételt, ami mind a mai napig megvan, többek között a zeneműtár gyűjteményében is, és modern hangfelvételét Solymosi Ákos kollégánk el is készített. Egyébként 1983-ban már ezt a Hungaroton kiadta, akkor a Németh Antal bevezető szövegét elhagyták, ha jól tudom. Úgyhogy ez mindenképp érdemes, és talán ezeket a korabeli dokumentumokat érdemes lenne ezzel a hangfelvétellel összevetni, vagy újra bemutatni. Kicsit ugrálunk az időbe, de szerintem nincs az semmi gond, mert ez a 1926-os év egy izgalmas év, hiszen a Hevesi féle Nemzeti Színházban és a Sebestyén Géza féle Városi Színházban egyszerre volt egy-egy bemutató. Ez,
Ez hogy kell elképzelni, hogy 100 évvel ezelőtt vagyunk, párhuzamosan, egy azon városban, ez normális, hogy két helyen mutatták. Az aztán túlzás, hogy egyszerre valamivel korábban mutatta be a Városi Színház. De az Éva Stimmel. Az Éva Stimmel, és utána pedig a Nemzeti Színház. Hát nem tudom, akkor azért nagy közönsége volt a színházaknak, és nem azt kell gondolni, hogy minden nap 120-szor bemutatták, hanem néhányszor, 10-15-ször, 20-ször bemutatták, az már egy nagy szó volt. A Városi Színházban, ugye a Budapest legnagyobb befogadó képességű színházában Sebestyén Géza mutatta be, aki már korábban egyébként a máshol bemutatta ezt a darabot, de nem ez a lényeg, hanem hogy Baja Benedek készítette el a díszletterveket, expresszionista, kicsit oroszos stílusban, mivel ő a hadifogság után Irkutszki színháznak volt díszlettervezője, egyébként több színháznak is dolgozott, reklámképeket is készített, és kevés idő volt rendelkezésre a díszletek létrehozásában, ennek ellenére a kritikák kiemelték, hogy ezek nagyon remekül sikerültek, kicsit kontraszt volt maga a hagyományos régi előadásmód és a kicsit, hát a akkori Városi Színház repertoárját tekintve is kicsit revűszerű, tehát gyönyörű dalbetétek volt a klasszikus művekből, és nagyszerű összeállítás volt, de az egész valahogy ellentétben állt ezekkel a álomszerű és expresszionista díszlettervek és maga az előadás. Persze ez megint olyan, hogy ezt se tudjuk, hogy milyen volt, mert nyilván a film nem készült róla, meg már a film is egy értelmezése az előadásnak, ezt csak a korabeli kritikákból tudjuk, hogy nézhetett ki, vagy hogy szerepelt. Egyébként 1934-ben is készült egy bemutató a Budai Színkörben, szintén Sebestyén Géza rendezésében, és ezt Németh Antal is közreműködött benne, és itt sikerült végül is vetített háttérképeket alkalmazni, amit aztán 1934-ben, szintén ugyanebben az évben a Szegedi Szabadtéri Színpadon sikerült végre teljes sikerrel megvalósítani. Olá Gusztáv díszletterveit a vetítésre Fülöp Zoltán munkatársa hozta létre, és hatalmas méretben a dóm kapujára, kitakart kapujára vetítették. Igen, ez egy elképesztő izgalmas előadás lehetett, hiszen 6000 fős volt ott a nézőtér, és ahogy néztem az anyagokban, tehát 34-ben 7 előadás is volt, 35-ben 6 előadás is volt ezen a hatalmas színpadon. Itt mit jelent a 6000 néző előtt játszani? Vajon ez volt a kritikákban erről bármi szó? Ez volt az első nemzetközi sikert arató bemutatója az ember tragédiájának. Persze előtte vita volt, hogy szabad-e egy templom előtt, egy római katolikus templom előtt bemutatni Madács művét, ami sokak számára mondjuk teológiai problematikus, túl pessimista. Pruhászka Ottokár ugye kritizálta, hogy annak idején, hogy ez egy pessimista mű, és teológiára nem kellően megfelelő. Erre válaszolt Ravasz László református, dunamelléki református püspök, hogy persze, hogy pessimista, mert ugye, aki elhagyja Istent, és Isten nélkül próbál boldogulni, az mindig újabb-újabb bukásra van ítélve, és a végén a katarzis, hogy Isten melletted áll, és hogy térj meg, és hogy melletted leszek mindvégig. Tehát nem lehet minden egyes szín után föloldani ezt a drámát, hogy lám-lám, aki elhagyja Istent, utána az így jár, hanem csak a végén van a nagy katarzis, és ilyen szempontból egyáltalán nem pessimista mű. Hát ugye vita volt erről, és végül is mégis a Glatfelder püspök támogatta, hogy igenis be lehet mutatni a szegedi dóm téren és a dóm előtt. Sokak viszont még Hevesi Sándor is azzal támadta, hogy mi értelme a szegedi dóm előtt mutatni be, mikor a szegedi dóm gyakorlatilag nem játszik szerepet a műben, tehát mint háttér, ki van takarva. Notén is, bocsánat, hogy azt mondták, hogy fordítva legyen az egész, egy háttal legyen a dóm. Volt igen, a Németh Antalnak volt egy olyan elképzelése, ezt több nemzetközi színházi fórumon is hangoztatta, és be is mutatta, és el is készítetett Varga Mátyással egy díszlettervező volt, egy díszletet, egy nem forgó színpadot, hanem forgó nézőteret, és akkor így tulajdonképpen az igazi misztériumjáték jobban meg
megvalósult volna, hogy körben vannak a jelenetek, és a színpad úgy forog éppen afelé a jelenet felé, amit éppen ábrázolni akarnak. Egy másik elképzelés szerint meg egyszerűen meg kéne fordítani a színpadot, nem kell jó nagy a tér, nem kell a dóm felé nézni, és akkor így semmilyen vallásos háttere nincs. Ma már néha ezen egy kicsit mosolyunk, mert most már nincs ilyen vita erről, vagy nincs ilyen szerepe, de talán ezen felbuzdulva is Németh Antal rendezte meg a misztérium játékot, vagy a kamara színházi előadást, és ahogy a korabeli kritika írta, hogy olyan, mint hogy a Kassai dómban lennénk, ott egy szárnyas oltár előtt, és ugye mindenki egyéni tragédiáját éli meg, és élheti át a saját sorsát, és hogy ez milyen érdekes feldolgozás. És egyébként a Németh Antal annyira szerette ezt a darabot, hogy a Erdei Dezső által valószínűleg Jálics Ernő készítette Ádám és Éva szobor közül. Éva szobra a szobájában, a szalomban volt, fennmaradt egy korabeli fénykép is, hogy ott ül feleségével, Péri Pirivel, és ott az előtérben ott látszik ez a szobor. Makett is készült róla, egyébként ő szorgalmazta, hogy a színpadképet bemutatni érdemes maketten, ezt kiállításon is be lehetett mutatni, meg jobban el lehetett kicsiben képzelni, hogy fog kinézni, és ebben nagyon jó partnere volt egyébként korábban Jasik Álmos, aki híres grafikus művész volt, festő, díszlettervező, és nem folytatom, számos újításnak még rajzfilm tervei is voltak, tehát ő is készített ilyeneket, és ő tanította is ezt a színpad makett készítést, és erről az előadásról is fennmaradt egy makett. Ez egyébként meg is van a Nógrád megyei Magyar Nemzeti Múzeum, Palóc Múzeumában meg is van ez a makett. Nagyon érdekes, érdemes megnézni az ottani kiállításon, és így jobban el tudjuk képzelni, hogy hogyan állhatott össze, hogyan nézhetett ki ez a különleges szárnyas oltár, amiben a Miski Balázs László festményeit bele lehetett illeszteni, és csak a legszükségesebb szereplők szerepeltek. A Németh Antalhoz akkor megint visszatértünk, 37-ben, 39-ben és 41-ben mutatta be különböző színpadokon, különböző helyeken. Ez egy tervezett dolog volt, hogy két évente ő különböző helyeken bemutatja ugyanazt a darabot? Hát ugye a másik kettő az a Nemzeti Színházban mutatta be 37-ben és 41-ben, de a 39-eset igen, azt eleve így tervezte, hogy több helyen, több szintére mutassák be. Sőt, még fennmaradt olyan leírás is, hogy ezeket a szobrokat, gipsz szobrokat hogyan másolják le, és több példányban előállítják, hogy esetleg szállítás közben megsérülne, vagy hogy hogyan reprodukálják, és egy jeles céget bíztak meg, hogy ezeket a szobrokat szállítsa, készítse el a másolatokat. Egyik az Éva, hozzáteszem, az Éva szobor is megvan szerencsére. Bár a karjai letörtek, a Salgótarjáni múzeumban található. Sok minden van máshol Salgótarjánban, itt ott a régi bemutatókról, itt a kiállításunkon, ami december végéig látható, bemutatod a különböző színeket, különböző díszleteket. Mindig visszatérek erre, hogy a hallgatóink most nem látnak semmit, csak hallják a hangjunkat. Hogyan tudnád azokat az újításokat így valahogy összefoglalni, hogy mi volt a legfontosabb része ezeknek a díszleteknek, amiket itt láthatnak majd a kiállításon, ha elfáradnak ide a érdeklődők? Hát mindenki kiemelni ma talán leglátványosabbat a Ulá Gusztáv díszlettervét, amilyen nagyon leegyszerűsített és jól kivetíthető díszlettervek voltak, és az a gyönyörű, hogy a díszletterv is fennmaradt, és egy-két vetített képről készült fénykép is. Tehát ez így el lehet képzelni, hogy hogyan valósult meg a színpadban, a színpadkép is róla, és van egy fénykép, egy nagyon érdekes fénykép, ahol Ulá Gusztáv is szerepel, amit éppen szervezi a munkafolyamatokat, a világítás technikusok munkáját, és látszik a háttérben az Y alakú hatalmas színpad közepén, az Y közepén a világító torony, amit fából építettek meg, és ennek a tetejéről készült a vetítés. Persze Németh Antal kicsit talán irigykedve is, hogy ezt nem ő rendezte meg, de aztán utána ezt bőségesen bepótolta, és nagy sikerrel és minden elismerésem, hogy a vetítő kép az időnként megremegett.
hát lehet, hogy csak ő vette észre, nyilván Szegeden más is. Járunk, Szegeden. Nyilván ő is észrevette, más is észrevette, de ennek több oka lehetett, hogy egy kicsit megremegett ez a torony, vagy benne a vetítő, akkor ugye nagy távolságon az már nagyobb mozgást eredményezett, akkor a nagy hőmérséklet különbség is lehet, ugye ez nyáron, augusztusban volt ez az előadás, lehetett, hogy a vetítő készülékben, ugye nagyon kornak modern vetítőkészülékben mégis melegedett a film, de ott is lehet ez a hatalmas vászon időnként egy enyhe fuvallatra is megrezegett, és ezért, de valami csodálatos, több száz ember mozgott a színpadon, óriási nagy jelenetek voltak, gyönyörű zenei aláfestéssel, tánckar, ezért bírálták is, hogy ismét a látvány elveszi a figyelmet, az értelmet az alap Madácsi műről. Persze nyilván a rendezők azt feltételezték, hogy a Madács művet ismerik, és ahhoz képest egy segít az elképzelésben. Tehát ez egy örök vita, ugye, hogy a látvány és a tartalom az mennyire függ össze, de minden esetre gyönyörű, hogy Csortos Gyula Luciferként zöld fényben jelent meg, és ő volt szinte az egyetlen, aki megértette, hogy szabad téren egész máshogy kell játszani, és máshogy kell hangzani az előadásnak, mint egy színházi előadásban. És az egyik kritika fel is vetette, hogy szabadtéri színpadra vissza kell nyúlni a régi görög drámákhoz, egy sokkal leegyszerűsítőbb, közérthető, és egy más stílusú műveket kell írni, mert a közönség csak így tudja befogadni. Ezek az újításokról, amit itt láthatnak a kiállításunkon, ugye már 100 év távlataból tekintünk vissza, most is bemutatják azóta is nagy sikerrel a darabokat. Ha elmész egy bemutatóra, akkor mennyire tudod élvezni, mennyire tudod félretenni a Paulait, a Hevesit, a Bánfit, a többieket, és élvezni a darabot, vagy van valami viszonyításod a régiekhez képest? Hát ez mindenképp nehéz dolog, és sokszor, amire azt hinném, hogy nem tetszett, vagy nem is annyira jó előadás, később az jobban dolgozik az emberben, tehát hogy sokszor a nagyon jól működő előadásnál mégis a siker elmarad, mert nem marad meg annyi belőle, tehát nagy viták dúltak a Nemzeti Színház bemutatójáról is, hogy jó volt-e, nem volt jó. Hát mindig a szándékot kell nézni, és persze mindig az a gond ezzel, hogy nagyon hosszú darab, és hogy kedvenc részem kimaradt, vagy én nem így képzelem el. Tehát egy nagyon ismert művel sokkal nehezebb, hálásabb is részben, mert mindenki ismeri, mindenki elmegy rá, mindenki kíváncsi rá, de sokkal nehezebb is jól bemutatni, hogy minden igényt kielégítsen. Ugye, tehát ez egy nehéz dolog, mert hosszú, nehéz mű, és mindig valakinek valami nem tetszik benne, vagy valami hiányérzete van. Melyik a kedvenc részed, melyik a kedvenc színed? Kedvenc színem? Hát nem tudom, talán a londoni az egy nagyon érdekes összetett szín, de ami nagyon érdekes, hogy az álom az álomban, tehát a prágai szín, és benne a párizsi szín. Általában ezt a, ugye ez három részből áll, hogy a álom és benne a Kepler álma, ugye a Párizs, és utána visszatérnek ismét Prágába. Sokszor ezt összevonják, tehát már a visszatérés az elmarad, tehát hogy a párizsi szín után már nem térnek vissza újra. Ez is egy nehéz kérdés, hogy akkor már nincs utána egy értelmezése annak. Tehát egy nagyon nehéz dolog, tehát a rendezők azért mégis azt feltételezik, hogy valamilyen előtanulmánya van már az embereknek róla. Kötelező olvasmány, legalábbis régebben az volt, és egy nagyon jó mű, és tele van aranyköpéssel, hát a szójátéknak is lehet mondani, de tényleg, hogy az emberek idéznek belőle, sokan nem is tudják, hogy az ember tragédiájából van egy-egy közismert idézet, és ezért is nehéz, hogyha mondjuk az valamiért csonkul, vagy elmarad, vagy máshova kerül, akkor ugye hát azt mondják, hogy kérem, rossz a darab, és lehet, hogy csak egy ilyen egész apróság miatt is. De én úgy vagyok vele, hogy többet meg kell nézni, és tényleg nagy odaadással, odafigyeléssel kell koncentrálni rá. Volt olyan elképzelés is, Székely György jeles színháztörténész vetette föl, hogy meg kéne valósítani Madács színházát, úgy, mint Wagner létrehozta a saját színházát, és ott kéne bemutatni már a modern technikával a Madácsi álomvilágot. Esetleg úgy is lehet, hogy közben a szöveg fut
ha nem is a színpadon, mert az zavaró, hanem egy kis kamerán, mondjuk, mint egy operázi Wagner előadáson, és akkor a hallgatóság ugye tudja élvezni magát a művet is, és közben nézi, hogy abból mi valósult meg. Persze ez megint, ha most hol a szöveget nézem, hol az előadást, akkor meg ez a élvezet rovására megy. Tehát mindenképp tökéletes megoldás nincs, és ezért is rendezi meg annyiszor és annyiféleképp, mert mindig hopp, egy újabb ötlet, ja, ezt kijavítjuk a csorbát, megváltoztatjuk. De mindesetre egy örök tanulság, hogy egy kamara színházi előadás, ahol a lényegen van a hangsúly, tehát a szövegen, illetve a tartalmon, sokszor többet ér, mint egy nagyon nagy szabású mű. Persze arra keves helyezett szponzort meg pénzt találni, tehát ez is egy jó kérdés, hogy azt mondják, hogy egy ilyen kamara előadás, akkor azt mondják, hogy jó, hát mi ez? Hát akkor inkább egy Molnár Ferenc darabot mutatunk meg, azon nincsenek ilyen színpadi problémák, mert egy színpadi szerzőt kiválóan lehet játszani és előadni, és színpadra alkalmas. Nos, hát van még egy csomó időnk, úgyhogy lehet, hogy majd Madács Színház is bemutatják, lehet, hogy forgatható nézőtér is lesz majd egy ilyen darab valamikor. Lényeg az, hogy ezt a 140 év álom a színpadon című kiállítást itt a Budai Várban, a Széchenyi Könyvtárban, a 7. emeleti egykori Kápolnatérben tekintsék meg, nézzék meg december végéig. Az említett idézetek is, aranyköpések is belógatva látszódnak, és a remek Baja Benedek, Olá Gusztáv díszletek, díszlettervek, fotók. Köszönöm szépen Kisdomokos Dánielnek a beszélgetést, Solymosi Ákos segített a munkákat, én Tóth Péter vagyok, a könyvtár webes tartalompakolója. Köszönöm szépen.